A következő műsorszám megtekintése 12 éven aluli nézőink számára nem ajánlott. Jó estét kívánok! Dr. Dézsi Csaba András vagyok, a Győr Plusz Televízió hetente jelentkező egészség életmód magazinjának szerkesztő műsorvezetője. Mai adásunkban is az egészségünkkel foglalkozunk, ami mindenki számára a legfontosabb. Ma olyan szakembereket kérdezünk meg, akik segítségével felkészülhetünk a nyári kellemetlenségek elkerülésére. Megérkezett a nyár, beléptünk a június hónapba. Gondolom már önök is elgondolkodtak azon, hogy merre menjenek nyaralni. Fontos időben felkészülni a szabadságra, akár belföldön, akár külföldön töltjük azt. Ezért most műsorunkban megtudhatják, hogy milyen házi patikával érdemes útra kelni. Hogyan lehet elkerülni a sokak számára rettegett gombás fertőződéseket, és ha külföldre utaznak, akkor a kötelező védőoltásokon kívül milyen más oltóanyagokat érdemes beadatni magunknak azért, hogy valóban kellemesen teljen az üdülés, és az álomutazás ne váljon rémálommá. Feltehetően önök közül is sokan nézegetnek külföldi, egzotikus utakat. Olyan helyeket, ahol szívesen töltenék szabad idejüket. Minél távolabbi ország az úti cél, annál inkább érdemes előre gondolkodni, hiszen jobb a bajt megelőzni, mint később kezelni azt. Ezért mai adásunkban először a védőoltásokról lesz szó. Számos kötelezően beadandó oltóanyag mellett sok más ajánlott oltás is létezik, melyekről jó, ha tudnak, és időben lépnek, ugyanis egyes helyekre már a kiutazás előtt 2-3 héttel fel kell készíteni a szervezetünket. A témáról dr. Széles Klárát, az ANTS járványügyi osztályának osztályvezető főorvosát kérdeztük, és kértünk tőle tanácsot. Az utazók nagyon sok helyre látogatnak el a szabadságok idején. Nyári időszakban inkább az európai országok kedveltek, de itt is azért érdemes elgondolkodni azon, hogy egy másfajta járványügyi környezetbe kerül az utazó, és amikor elgondolja valaki, hogy hova szeretne utazni, akkor arra is gondoljon, hogy esetleg védőoltásra is szüksége lehet. Kötelező védőoltásként csak a sárgaláz elleni oltás szerepel, ami az egyenlítő mentén lévő országokban lehet kötelező, Afrikában, Dél-Amerikában, de nagyon sok más oltás van, ami nem kötelező, hanem ajánlott. Érdemes azért ezeket megfontolni, hogy egy másfajta járványügyi környezetben biztosítsam a védelmet a védőoltások alkalmazásával. A leggyakrabban alkalmazott védőoltás a hepatitis A elleni védőoltás. Ez a betegség étellel, itallal, piszkos kézzel terjed. Sokkal gyakoribb az előfordulása a dél-európai országokban, mint Magyarországon, és hát az egzotikus országokban is természetesen gyakrabban előfordul. Ezt mindenképpen ajánljuk, de érdemes elgondolkodni azon, hogyha valaki nem rendelkezik hepatitis B elleni védőoltással, akkor a kombinált oltóanyagot kérje. Lehet gondolkodni hastikusz elleni védőoltáson, és egyéb más lehetőségek is vannak. Gyerekkori oltásoknak az emlékeztető oltása bizonyos országoknál ez fontos lehet, vagy pedig gennyes vagy hártyagyulladás elleni oltás, ez is bizonyos országokban fontos lehet. Úgyhogy ahhoz, hogy döntsünk arról, hogy mire van szükség, kell tudni az úti célt, kell tudni az utazót, milyen oltásokkal rendelkezik eddig, milyen az egészségi állapota, és akkor ebből alakul ki egy ajánlás, amit az utazó elfogad, vagy nem. Általában minden védőoltásra, amit adunk, igaz az, hogy 10-14 nap múlva fejti ki a hatását,
de amennyiben több oltásra van szükség, vagy a kombinált oltóanyagot kéri valaki, amikor két oltásra is szükség van, akkor úgy nagyjából egy hónappal, 6 héttel előtte kell jelentkezni. Nagyon szeretem azokat az utazókat, akik előre gondolkodnak hónapokkal előtte, és mondjuk 2 hónappal előtte jelentkeznek egy tervvel, hogy mit szeretnének. De hát olyan lehet esetek is vannak, amikor valaki hétfőn telefonál és pénteken már utazna, ilyenkor már nem tudunk védőoltással segíteni. Olyan betegség is létezik, amire nincs védőoltásos megelőzés, de gyógyszerszedésével el lehet kerülni a betegséget. Én itt most a maláriára gondolok. Afrikai országokban, Ázsiában, Dél-Amerikában a szúnyogok által terjesztett malária is előfordulhat. Itt gyógyszeres védekezésre van lehetőség. Ahhoz, hogy biztonságban utazhassunk és töltsük szabadságunkat, számos lehetőség áll rendelkezésünkre. Üdülés előtt, az úticél kiválasztása mellett a szállítóeszközre is gondolnunk kell, és arra, hogy vajon milyen helyekre juthatunk el, esetleg bátrak vagyunk-e annyira, hogy egy-egy extrém sportot is kipróbáljunk a felhőtlen semmittevés mellett. Ha pedig már jó előre mindent végig gondoltunk, akkor pedig igényeinknek megfelelően érdemes utasbiztosítást kötni. Ennek számos verziója létezik, de hogy pontosan mit érdemes kötni egy-egy adott szituációban, erről kérdezzük vendégünket, Radnóti Ákost, a Medici Travel utazási iroda ügyvezető igazgatóját. Köszöntöm a stúdióba, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Vágjunk bele a közepébe. Sokan utaznak ma külföldre, és úgy gondolják, hogy ha a tajkártya mellé járó európai biztosítást kiváltják, kártyát, akkor az érvényes mindenhová. Mi ezzel kapcsolatban a valóság? Köszönöm szépen a meghívást. Először azt kell tisztázni, hova utazunk, és az az ország tagja az uniónak, hiszen tudni kell, nem mindegyik ország, ami népszerű úticél, akár egy török ország, török rivéres úticél, ami repülővel nagyon kedvelt, nem tagja az uniónak, és ezzel a kártyával kint nem fogunk tudni megfelelő ellátáshoz jutni. Először ez az első lépés, amit mindenkinek javaslok, hogy ezt tisztázzuk. Tehát azt, hogy egyáltalán Európán belül vagyunk-e, és a földrajzilag igen, akkor adminisztratíve is Európához tartozik. Pontosan, ráadásul a helyzetet bonyolítja egyébként, hogy vannak olyan országok, amik társult szerződéssel rendelkeznek, és lehet, hogy megfelelő szolgáltatásokhoz lehet jutni ezzel a kártyával, noha nem az unió tagja, de mindenképpen ezt tisztázni kell az adott utazási dátumhoz viszonyítva, hogy mi az aktuális helyzet. Mi a helyzet a bankkártyás biztosításokkal? A bankkártyás biztosítások nagyon népszerűek, hiszen gyakran a biztosító ezt ajándékszolgáltatásként adja a bankkártyához. Ettől függetlenül egyébként nagyon alacsonyak a limitek legtöbb esetben, és sok ügyfél ugye nem tudja azt sem, hogy mire szól ez a bankkártyás biztosítása, nincs hozzá elérhető telefonos hívószám, alacsonyak a limitek, probléma esetén nem tudja, hogy kihez forduljon. Vannak olyanok, amik jó kategóriák, de van olyan, ami egyáltalán Európán kívüli úticélra nem érvényes. Tehát itt is, amikor az ügyfél megköti ezt a szerződést, ha kap egyáltalán róla valami mellékletet, alaposan tanulmányozza és utazás előtt ezt vegye elő, és érdeklődjön a megfelelő helyen, hogy mire fog ezt térítés nyújtani, a probléma van. Tehát mindenképpen érdemes külön biztosítást kötni. És mit csinálja az ember, hogyha kár éri mondjuk külföldön? Tehát mondjuk adott esetben egy betegség éri, rögtön forduljon-e orvoshoz, rögtön forduljon-e rendőrséghez, vagy halottnak mondjuk tőle a podgyászából, vagy pedig hívja fel azonnal elsőként inkább ezt a számot, ami megvan adva. Mindig a biztosítási szerződés rendelkezik erről, hiszen biztosítónként eltérő. Nagy átlaggal el lehet mondani egyébként alapvető az, hogy bejelentési kötelezettség van. Ez most, hogy telefonon történik, meg az esettől függ, és egyáltalán van a biztosítónak ez a 0-tól 24 óráig elérhető segélyhívó szolgálata, ilyenkor ezt be kell jelenteni. Adódhat sajnos olyan helyzet, amikor ezt nem tudják telefonon bejelenteni, hiszen egy baleset történik, nyilván nem akkor az ember telefonhoz nyúl, még ott van egy hozzátartozó, ezt be is jelentheti. Az a lényeg minden biztosítási kár esetnél, hogy megfelelően dokumentálva legyen, jegyzőkönyv formájában, akár a telefon is bejelentés is annak minősül, és ugye itthon dokumentumokkal tudja igazolni a kár esetet, amit meg később ugye be kell nyújtani. A podgyászbiztosításnál mi a helyzet? Mivel tudjuk igazolni, hogy egyáltalán kivittük azt, amit azt mondtuk, hogy elveszett? A podgyászbiztosítások esetében is, hogyha probléma történne, megfelelő bizonylatolása fontos. Én már az utazás kezdetekor javaslom, hogy mindenki készítsen egy listát arról, hogy mi volt a podgyászában. Ez persze még nem lesz bizonyító erejű, de be lehet majd nyújtani a biztosítónak, aki ugye kérje ez a megfelelő bizonylatokat, tehát a számlákat, a nyugtáknak a meglétét, hogy az volt a podgyászban. Előfordulhatnak egy-egy esetek is, amikor egyelőre csak késésről van szó, hogy a podgyász elkeveredett. Ilyenkor is mindig alap, hogy be kell jelenteni akár már a reptéren, akár ott a légitárság konkrétan annál a szolgáltatónál, és utána a biztosítónak is, hogy tudjon erről.
Mit tanácsol azoknak, akik sportolni mennek külföldre? Ugye most az ejtőernyőzés például búvárkodás a divat, az átlagos biztosítások érvényesek rá, vagy ha nem, akkor mit tehetnek? Van olyan biztosító, aki beleveszi az átlagos sportokat is, tehát értelmezhet a síelést, vagy akár egy könnyű búvárkodást, még csak felszínit, de van, ami egyáltalán kizárja már a síelést is. Tehát hiába kötjük meg a biztosítást, hogyha probléma adódna egy sípályán, nem fog érvényes lenni de a biztosítás. Lehet rákötni, hogy ki az ember Dubajba, és ott síel, és eltörje a lábát. Lehet rákötni, kiegészítő biztosítások vannak, persze itt sem minden extrém sport, tehát itt is akár a hegymászásnál meg van szabva, hogy hány méterig, vagy búvárkodásnál is, mert milyen méter alatt egyáltalán nem fog térítést nyújtani, hiába van meg a kötvényünk, később nem fogja kifizetni a káresetet. Felszokták ajánlani az utazás lemondás biztosítást. Mire jó ez? Ez az útlemondási biztosítás vagy stornóbiztosítás arra szól, hogyha utazás kezdetéig betegség, baleset, haláleset, betörés megtörténne az utasoknál, vagy a közeli hozzátartozójuknál, akkor a biztosító megfelelő mértékben vissza fogja téríteni a befizetett részvételi díjat a kötbér arányában. Ez azt jelenti, hogy gyakran akár 100% is lehet, amit befizetett pénz, valamikor csak 70-80%-a befizetett összegnek, mindig meg kell nézni, hogy mire szól ez a kötvény. Viszont nagyon fontos, hogy sokan azt hiszik, hogy egyéb esetekben is ez vissza fog téríteni, tehát például úgy adódik, hogy valakinek adódik probléma, nem tud elutazni munkahelyi témák miatt, vagy akár magánéleti gondok miatt, erre nem fog térítést nyújtani a biztosító, de azt javaslom mindenki, hiszen nem nagy összegekről van szó, akár a részvételi díj 1%-a, mindenképpen ezt kössék meg, hiszen jelentős összegeket tud majd visszafizetni a biztosító, ha probléma adódna. Tehát tájékozódunk, és mindenképpen kössünk biztosítást. Ez a fontos, mind a kettőt, a utasbiztosítást és a stornóbiztosítást is. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk és tájékoztott minket. A nyárral, a jó idővel együtt megkezdődött a strandszezon. Egészségünk érdekében pedig a fürdőkben is figyelnünk kell. Ahol kézről kézre jár a kilincs a mellékhelyiségben, és ahol sokan fürdőznek, nem biztos, hogy elég a személyes higiénia ahhoz, hogy ne fertőződjünk meg. Például a kedvéért gondolom már önök is jártak úgy, hogy nem vettek fel papucsot egy idegen helyen, a zuhanyzóban, és gombás fertőzés jelent meg a lábukon. Az ilyen kellemetlenségek elkerülhetők. Dr. Venceli Edit bőrgyógyásztól kértünk tanácsot, útmutatást ezekkel a problémákkal kapcsolatban. A gombák okozói, a gombaspórák környezetünkben mindenhol jelen vannak. Az, hogy valaki megfertőződik-e vagy sem, az függ attól, hogy mik azok a tényezők, amelyek felborítják a bőr normális egyensúlyát. A meleg, nedves környezet, bizonyos gyógyszerek, antibiotikumok, szteroidok, citosztatikumok, a nem megfelelő öltözék, belgyógyászati betegségek, ugye a cukorbetegség, mely mellett jellemzően el lehet kapni a gombás fertőzést, sérülések mind hajlamosítanak a fertőzés kialakulására. Nyáron a leggyakoribb a talp és a lábúj között gombás betegsége. A leggyakrabban a negyedik és az ötödik új között kialakul egy berepedezés, amit a bőr fehér elszíneződése kísér. Ez kifejezetten viszket, de ez nem csak esztétikai probléma, hanem az a probléma, hogy ez egy kis hámsérülés, amin át baktériumok hatolhatnak be a nyirokerekbe, és akár orbánc is kialakulhat. A talpon a gomba tünete általában viszkető, apró hólyagcsák megjelenése, vörös foltok kialakulása, vagy a hám megvastagodása, berepedezettsége. Nagyon gyakori nyáron a köröm gomba, szinte ma már népbetegség. Kiindulhat a köröm széli része felől, de kiindulhat a köröm ágy felől is, valamint érintheti a köröm felületét. Nyáron a fiatalok leggyakrabban a bőrgyógyászt a napgombával keresik fel, ami egy sarjadzó gomba, ami a hajas fejbőrön is megtalálható, a fokozott verejtékezés és a szintetikus ruházat pedig segít abban, hogy a fejbőrről lepotyogva a nyakon, háton, vállakon tüneteket okoz. Először csak vörös-barna foltok alakulnak ki, majd ha napsugár éri ezt a fertőzött területet, itt a bőr nem tud lebarbulni, és fehér, apró foltok formájában okoz tüneteket. Gyakori még a törzsön, végtagokon kialakult gombásodás, melynek jellemző tünete tenyérni vagy kisebb foltok,
amik hámlanak a széli részed, vöröses színűek, és a középső részük felül gyógyulnak, így egész terjedve térképszerű, kokárdaszerű rajzolatok mutató foltok alakulhatnak ki. A gombát meg lehet előzni egyrészt azzal, hogy úgy öltözködünk, hogy a bőrünk mindig szellőzzön. Nem célszerű műanyag vagy gumitalpú cipő, zárt, szoros cipőviselése, inkább célszerű szellőző szandát nyáron hordani. A szintetikus anyagokból készült ruha nem üt kerülni, tehát jól szellőző, pamut ruházatot viselni, a hajlatokat mindig szárazra törölni. Ha valaki egy kicsit túlsúlyos, meg lehet előzni a hajlati gombásodást azzal, hogy éjszakára egy gészcsíkot húzunk be, hogy ne érjenek össze az összefekvő bőrterületek, illetve az alapbetegséget, ha valaki cukorbeteg, azt mindenképpen egyensúlyba kell tartani, hogy ne legyen ez is hajlamosító tényező. Közös fürdőkben, zuhanyzókban, öltözőkben, szállodákban nagyon fontos, hogy zuhanyozzunk, ne jöjjünk a fürdőkádba. Mindig vegyünk fel lábbelit papucsot, amit le lehet utána fertőtleníteni, és a fürdés végezte után nagyon szárazra kell törölni mind a talpat, mind a lábujjközöket, a bőrt és a hajlatokat is. Fontos a WC ülőkén megfelelő higiénés takarók, egyszer használatos papír vagy nylon takarók használata, hogy a bőrünk ne érintkezzen közvetlenül az ülőkével. Utazásaink során tehát a megelőzésre kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni. Ugyanakkor egy kiránduláshoz jól összeállított házi patika megkönnyítheti a hirtelen felmerülő kisebb problémák megoldását. Ilyen lehet egy rosszul sikerült dinnyeszeletelés okozta vágott seb, vagy épp egy gyomrunknak nem megfelelő étel elfogyasztása. Arról, hogy mit vigyünk az útra, dr. Máté Csongor háziorvos kérdeztük meg. Kezdjük a gyerekekkel, akkor a gyerekeknél ugye ez a sebtapasz, ami nagyon fontos, sőt javasolnám, hogy legyen nálunk úgynevezett kis mullap, amit a gyógyszertárokban lehet megvásárolni, vagy gyógyászati segédeszközboltokban. Egy felületi sérülés, egy átvágás, késsel való megsértés során le tudjuk a beteg testfelületet ragasztani. Illetve nagyon fontos, hogy sebkezelő, úgynevezett fertőtlenítő oldat legyen, a legegyszerűbb, ami ugye nem csíp, az a Betadin nevű oldat, kis helyen elfér, könnyen szállítható, illetve a gyerekeknek továbbra is hangsúlyozom, fontos, nem csíp. Ennek van egy krém változata, szintén sebek kezelésére alkalmas. A másik, ami jó a felnőttek számára, az a különböző fájdalomcsillapítók. Ugye vannak ezek a non-szteroid készítmények, amit szintén bárhol megkaphatnak. Illetve jó lenne még, hogyha lenne úgynevezett antihisztamin nálunk, tehát az allergia elleni gyógyszerek, ami szúnyog, rovarcsípésre hatnak, illetve hűsítő kenőcsök, spréknek a használata szintén gyerekeknél, ahol a rovar vagy szúnyogcsípést be tudjuk kenni. Külföldi utazásnál javasolnám, hogy vigyünk magunk a görcsoldókat, például B6 vitamin legyen nálunk, mindezek beszerezhetők a gyógyszertárba, recept nélkül kapható. Javasolnám, hogy mindenhol kapható, úgynevezett kézfertőtlenítő folyadék, kendőt vigyünk magunkkal, mert ezekkel nagy mértékben tudjuk csökkenteni a fertőzéseknek a számát. Mind az utazási irodák, illetve a szállodák, ahova érkezünk, felhívják a figyelmünket, hogy csak bontatlan, palackozott vizet használjunk, ezt értjük arra is, hogy fogmosásnál is. Például közel-keleti országokban nagyon sok magyar honfitársunk jut el, megy el nyaralni, nagyon sokan nem tartják be az általános higiéniai szabályokat. Görcsös hasi panaszok jelentkezése után, ha ezek nem szűnnek, és a bevett görcsoldó sem oldja, folyadékpótlás sem megoldott, akkor javasolt minél hamarabb egészségügyi intézménynek a felkeresése. Illetve vannak a népi hagyományok, hogy ezeknek a úgynevezett fertőzéses betegségeknek a kezelése, az égetett szesznek a fogyasztása mértékkel
A külföldi nyaralás utazásunk során fontosnak tartanám megemlíteni, hogy mindenképpen kössünk biztosítást, mert ha bármi történik családunkkal, családtagunkkal, nehéz költségek elé nézünk a külföldi gyógykezelések során. Kedves hölgyeim és uraim, eddig tartott mai műsorunk. Viszont még nem merítettük ki az utazással kapcsolatban felmerülő kérdéseket, amelyeket a jövő héten mindenképpen pótolunk, ezt megígérhetem. Jövő héten is tartsanak velünk, ugyanebben az időpontban várom Önöket, szintén érdekes, mindenki számára hasznos információkkal. Egészségügyi témákról pedig továbbra is olvashatnak a Győr Plusz heti lap Vény nélkül című rovatában. Addig is az alábbi e-mail címen várom kérdéseiket. A viszontlátásra! Bőr, köröm és lábápolás termékek felfrissülésre, baktériumok és gombák elszaporodásának megelőzésére. Széles hatásspektrumú bőrfertőtlenítők és törlőkendők. Vízálló, bőrbarát sebtapaszok, sebfedőszpray baktériumok és szennyeződések ellen. Minőségi kötszerekkel felszerelt mentőládák. Van, aki az egészséges megoldások híve. Van, aki időt szán az élet fontos dolgaira. Mások akkor elégedettek, ha időt és energiát takarítanak meg. És szinte mindenki szereti, ha étele nem csak egészséges, de finom is. Most mindezt egyetlen eszközzel megvalósíthatjuk. Tegye próbára ön is az új Zepter Masterpiece főzőrendszert. A kálcium hozzájárul a normál izom és az idegrendszer megfelelő működéséhez, szükséges a normál csontozat és fogazat megtartásához. Válassza a folyékony kálcium termékünket. A 60 darabos kiszerelés ára mindössze 1340 forint. Dr. Lenkei Egészségkultúra. Mi törődünk Önnel! A Nidolive stúdiójában Szakál Miklós. Üdvözlöm Önöket! Gondolták volna, hogy 10-ből 8 ember valamilyen egészségügyi problémával küzd. Magas vagy éppenséggel alacsony vérnyomás, keringési zavarok, migrénes fejfájás, ízületi panaszok. Nem feltétlenül kell ebbe belenyugodni. Létezik ugyanis egy pulzáló mágnesterápiás készülék, amelynek segítségével enyhíteni lehet a panaszokat. Bizony, pont én is így ráncoltam a honlokom, mágnessel kezelni. De itt van ő, a Terramagon plusz 7. Terramagon plusz 7. Pulzáló mágnesterápia mesterfokon. Jöjjön most dr. Deák Sándor, belgyógyász, szakorvos, természetgyógyász, és Balogh Zsuzsa, akik mindketten a pulzáló mágnesterápia segítségével kezelnek. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kezit csókolom. Jó napot kívánok! Doktor úr, mi volt a legkomplexebb eset, amikor a Terramagon plusz hetet hívta segítségül? Azt tudnám mondani, hogy nem is esetről beszélünk, inkább betegségcsoportról, hisz a cukorbetegségek azok, ahol van nem csak cukorbetegség, hanem vérszűkület, magas vérnyomás, csontritkulás, vesebetegség, idegi bántalom, és ezek leggyakrabban az idősebb korban együtt jelenkeznek. És a Terramagon plusz 7-tel akkor mondjuk ezekre a problémákra is tud megoldást nyújtani. Azért lehet, mert eléggé komplex kezelést tudunk adni, tehát tudjuk kezelni az érszőkületet, a csontritkulást, az ízületi fájdalmakat, a vesebetegséget, az idegi károsodást, és mindössze egy ilyen kis készülékkel ez megoldható. Tehát egy egyszerű kezelés, ennyit mondott, de tessék megfogni egy pillanatra, hogy lehet egyszerű egy kezelés? Szóval itt van most a Terramagon plusz 7, ezt így kiterítem szépen, így mit kell tennünk? Hát tulajdonképpen az első legfontosabb, hogy rá kell feküdni, és utána be kell állítani azt a fajta programot, amit éppenséggel adott esetben kezelni szeretnék. Tehát ilyen egyszerű, ennyire egész egyszerűen rá kell feküdni, vannak programok,
és akkor a pulzáló mágnesterápia mindent elintéz. El lehet hagyni bizonyos gyógyszereket, hogyha az ember mondjuk kipróbálja a Terramagon Plus hetet? Az volna az ideális, hogyha mindent elhagyhatnánk a gyógyszerekből, mert ezeknek óriási káros mellékhatása van. Ennek a Terramagon Plus hétnek viszont nincs. Az biztos, hogy ezáltal a gyógyszerek mérsékelhetők. Tehát már csak azért is megéri akkor beruházni egy Terramagon Plus hétre, mert akkor kevesebb gyógyszert kell venni, már is spórolt az ember egy keveset. Eddig meglévő problémákról beszéltünk, de Zsuzsa, mi a helyzet a megelőzéssel? A Terramagon Plus hét alkalmas arról, hogy betegségeket megelőzzünk vele. A stúdiómban többféle dolgot is használok, a Terramagon mágnesterápiás lepedőt is használom. Általában arra, hogy különböző fájdalmakat tudjak csökkenteni közérzetjavítás érdekében. Miért döntött amellett, hogy bevezeti szolgáltatásként a Terramagon Plus 7 használatát? Nagyon jónak és praktikusnak tartottam, könnyen mobilizálható. Zsuzsa, a stúdióban, akik kipróbálták a Terramagon Plus hetet, milyen pozitív hatásról tudtak beszámolni? Többféléről. A csípőízületi problémájuk, a fájdalmuk nagyságrendekkel csökkent, térdízületi fájdalmak szűntek meg, és egy sarokcsont fájdalommal érkező vendégem már le is mondott arról, hogy bármi eredményes dologgal találkozzon, amikor a Terramagon Plus 7 hatására az első kezelés után már változott a fájdalom minősége. Nem azt mondom, hogy csoda történt és megszűnt egy kezelés után, de változott, és az elkövetkezendő kezelések hatására a fájdalomcsillapítót, mint gyógyszert mellékhatásaival együtt le tudta tenni. Egy dolgot azért megjegyeznék. Természetesen ez sem mindenható, mint ahogy azt hiszük. Minden betegséget nem lehet vele meggyógyítani, de a betegségek 70-80%-át eredményesen lehet befolyásolni, hogy az öngyógyító folyamatok működjenek. Kinek ajánlják legfőképp a Terramagon Plus hetet? Mindenkinek. Doktor úr? Tulajdonképpen a csecsemőtől kezdve a 124 éves korig. Zsuzsa, a doktor úr, köszönjük szépen, hogy jelenlétükkel megtiszteltek bennünket, és hát önökhöz hasonlóan én is csak ajánlani tudom mindenkinek a Terramagon Plus hetet jótékony hatásai miatt. Ha most rendel tőlünk Terramagon Plus 7 derékaljat, akkor egy 30 ezer forint értékű párna applikátort is adunk önnek ajándékba. Ráadásul most óriási kedvezménnyel mindössze 79.900 forintért juthat hozzá ehhez a fantasztikus csomaghoz. Termékünk egészségpénztárra is megvásárolható. Nincs veszíteni valója, hiszen termékünkre 30 napos pénzvisszafizetési garanciát vállalunk. Megrendeléséhez és további információkért hívja a telefonszámunkat, vagy látogasson el honlapunkra. Nidolife, az emberről szól.